indul a hazai dinnye szezon 2023-ban. Van valami változás a tavalyi évhez képest? Talán egy pár nappal később fogunk elkezdeni szedni. Ettől a hétvégétől már a kisebb boltokban, piacokon találkozhatunk magyar görög dinnyével, a nagy fóliás átras termelésből. Július 5-től jön el az az időszak, amikor egyre több magyar görög dinnyével lehet majd találkozni. 5-től már az üzletláncokat is el tudjuk látni. Idáig, amit kapni lehetett, az honnan jött az a gyümölcs? A déli országokból, akár Görögország, Olaszországból, vagy pedig ugye Észak-Afrikából esetleg. Hogy alakul idén a termés? Más lesz, mint a tavalyi? Az idei évünk az ugye nem indult olyan extra aszályosan, mint ugye a tavalyi. Az ültetések rendben lezajlottak, nem ültettünk extra korán. Az éjszakai fagyok ugye nem voltak jellemzőek, így ugye fagykárokról nincsen tudomásunk. Fúrjalagutak alatt szépen fejlődtek a növények. A május végi, június elejé záporok, zivatarok, a májusi nevelőeső sok jót tett a növényeknek, és egy olyan stádiumban vannak most, hogy minden adott ahhoz, hogy egy jó minőségű görögdinnyével tudjuk elindítani a magyar görögdinnye szezont. Mennyire munkaigényes egyébként a dinnye? A görögdinnye mediterrán növény, meleg időjárást szereti, és nagyban meghálálja az, hogyha megfelelő csapadékhoz vagy öntöző vízhez jut. Ahhoz, hogy megfelelő termésmennyiséget tudjunk leszedni a területekről, ahhoz fontos az öntözés. Működnek ezek az öntöző rendszerek? A magyarországi görögdinnyék 80%-nál is talán több, lehet, hogy 90%-ban is öntözöttek. Az öntözésnek költségei is vannak, ez beépül az árba? Hogy ne be kell, hogy épüljön az árban, másképp nincsen értelme a termelésnek, mindezeknek a költségeknek be kell, hogy épüljenek, ahhoz, hogy ugye a termelő találkozzon a befektetett pénzével, vagy pedig netán még ugye profitra is tegyen szert ahhoz, hogy ugye tudjon fejleszteni. Külföldi piacokra kerül a magyar dinnyéből? Az a tendencia, hogy a magyar termés szinte egyharmada általában exportpiacokon szokott kerülni. Merre vannak ezek az exportpiacok? Csehország, Szlovákia, Lengyelország, kisebb mennyiségben ugye a német piac. Magyarország a görögdinnye termesztés északi határán fekszik, még itt Szlovákiában van némi termesztő terület. A sárga dinnye szezon az még nem indult el? Elindult a magyar sárga dinnye szezon, körülbelül 2 hete, június 10-től a nagyfúlyas átras termesztésből ugye megjelent a magyar sárga dinnye a piacokon. Hasonlóan jó arányokra számíthatunk, mint a görögdinnyénél? Egyelőre azt látni, hogy rendben van, talán a termés mennyiség elmarad a vártól. Szeretik és keresik a hazai fogyasztók egyébként a magyar görög dinnyét és sárga dinnyét? Hogyne, egy elég jó minőséggel tudunk párosulni a magyar görög dinnye, egy teljesen más savcukorszinten rendelkezik, mint a déli országokból származó importáru. Annak köszönhető, hogy a magyarországi éghajlatában ugye az a jellemző, hogy az éjszakák akár 15 és 20 fok közötti hőmérséklet tudnak kialakulni, a nappali nyári melegből adódóan ez a hőmérséklet különbség pedig alkalmas arra, hogy egy teljesen más savcukor szint alakuljon ki a görögdinnyében, ami sokkal fűszeresebb, egy más ízvilágot hoz létre. Önök, mint egyesület, mit tudnak tenni a tagjaik, illetve a termelők működése, támogatása érdekében? Termelő érdekképviselet vagyunk, a termelők érdekeit próbáljuk akár a kamara vagy a kormányzati szintre is elvinni, hogy tárgyalóképesek legyünk. Mariska nénivel nem biztos, hogy szóba állnak, ugye, hogy ja Istenem, milyen baj van, olyan baj van, de azért, hogyha egy ágazatnak van egy szerveződése, mint ugye a magyar dinnyetermelőknek van egy egyesülete, amely majd közel 200 tagot számlál, akkor azért ez egy erős tábor ahhoz, hogy az érdekeit tudja érvényesíteni. Lehet kérni ilyenkor ennek az egyesületnek a révén mondjuk célzott támogatásokat, nem csak pénzre gondolok, hanem jogszabályi vagy bármilyen egyéb támogatásra? Hogyne, persze, hogyha vannak ilyen kérdések, hogy ez vagy az jó lenne, akkor az egyesület alkalmas arra, hogy ezt ugye terítékre hozza, és a kamarán keresztül akár egy kormányzati szintig is elvinni. El lehet mondani, hogy fontos a döntéshozóknak ez az ágazat is? Hogyne. Nagyon sok szervezettel együttműködési megállapodásunkon, és szezonban időnként például a piac részvevővel is tartjuk a kapcsolatot, hogy mi az országos helyzet görögdinnyében.